Sziasztok, Henzsel Csaba vagyok. Ez itt egy Honda 750-es Hornet, illetve pontosan CB750 Hornet. Lehet, hogy a Honda nem áll meg itt a Hornet névnél, és azt mondják, hogy csinálnak belőle egy kisebbet, egy alacsonyabb hengerűtartalmú teljesítményű modellt, szintén a Hornet kategóriában, és lehetséges, hogy lesz belőle egy ezres kivitel is. Ez csak az én sanda gyanúm. Úgy legyen. Milyen a motor? Jó. Köszönetet mondok a Honda Szásznak, hogy ezt a motort nekünk rendelkezésre bocsátja. És most nagyon rövid az időnk, kicsit meg kell, hogy takarítsam, és közben beszélek róla. Egy nagyon könnyű, nagyon egyszerűen kialakított járműről beszélünk, de igazándiból az a lényege az egyszerű kialakításnak, hogy a motor könnyű. 190 kg-ról ír a műszaki tájékoztatója üres súlyban, tehát feltankolás nélkül, és ez nagyon érezhető rajta. Nagyon könnyű, nagyon jó, és a könnyűségének az egyik tulajdonsága, hogy az a 750 köbcentiből 91,2 lóerő, most hirtelen fejből nem megy a számadat, de természetesen utána lehet nézni a gyári adatokban. Nagyon észnél kell lenni. Az elektronika segíti a munkánkat, de képes egy közepes sebességnél, visszakapcsolásnál kicsit beráncigálni a farát. Nagyon élvezhető, nagyon jól irányítható a motor. A teljesítménye az nagyon jól adagolható. Könnyű kézben tartani, én nem mentem el olyan paraméterig, hogy ebből veszély lehetne. Tesztmotor mindössze 200 km van benne, nem is forgattam el szabályozásig. Nagyon jól muzsikál, nagyon szép, gyönyörű a hangja, majd mindjárt vágóképet is csinálunk róla, és akkor ezt ide beillesztem. Ha nézzük a kezelőelemeket, akkor van a baloldali kormányon a megszokott dolgok, van elakadási jelző háromszögünk, vannak a kezelőelemek, amivel a műszerfalat tudjuk állítani. Irányjelző az egy kicsi és meglehetősen rejtett, én egy picit ezt kijebb hoztam volna, de nagyobb felületűnek alkottam volna meg a kürt gombot. Hallgassuk meg a hangját hirtelen. Egész jó. Per pillanat van benne 190 km, de erről majd mindjárt visszatérünk részletesebben. A fényszórónak a kapcsolója. A tükrök, azt mondom, hogy a kormány szélességén nem nyúlik túl, de én nem vagyok egy nagy ember, nem vagyok széles, de mégis az én vállaim is a tükörben ki kell mozdulni a függőleges ülés helyzetből, hogy lássak hátra szépen mindent. Az, hogy 3.150.000 forint körüli áron meg lehet vásárolni, nagyon sok mindent eldönt. A piaci szereplőket, illetve a piacon foglalt pozíciójával, mely egy kicsit később foglalkozok. Egyszerű, nagyszerű. Például a kuplung kar, illetve a fékkar látszik egy más modellről átvették, nem foglalkoztak vele különösebben, leemelték a polcról, nagyon jól teszi a dolgát. De a motor vételárához egész jó. Ha megnézzük a fejidomot, a lámpa érdekes lehet,
egy az egyben átvették a Honda CB500-as sorozatnak, vagy akár az 500X-nek a lámpatestjét. Valószínűleg cikkszámra megegyezik a termék. Egyszerű, nagyszerű. Időközben megfordítottam a motort, hogy a nap jól süsse meg, és az apró részletek, nem csak a sárga Hornet felirat, hanem ez a kis darázs minta. Nagyon jó pofa. Tehát, hogy ez is jól látszódjon. A motorblokk az végtelenül hálás. Minden fordulatszámon gyönyörű szépen mutatja magát, és adja le a teljesítményét. A vibráción valószínűleg dolgozhattak volna egy kicsit, de azért mondom, hogy valószínűleg, mert biztos, hogy van benne kiegyensúlyozó tengely, most a gyári információk olyan szinten nincsenek a fejemben, de végig érezhető. A kormányon kisebb vibrációt érezni, a lábpedálokon erősebben, teljesen fém, semmilyen gumiborítás nincs rajta. Végig érezhető a motornak a vibrációja, de nem mondom, hogy kellemetlen, inkább olyan kellemes bizsergésnek mondanám, nem vibrációnak, bizsergésnek, de ez természetesen minden esetben egyén függő, hogy ki mennyit visel el. Nagyon hosszú távot ezzel a motorral, mivel hogy szélvédelem természetesen nincs rajta, erősen kell bele kapaszkodni már autópálya pluszos tempónál, de mégis egy olyan fokú élvezetet, egy olyan fokú szabadságot ad, amit egy ilyen naked adhat. És most jöjjön az, hogy meghallgatjuk a hangját. Nagyon finom a hangja, ha valaki mégis sportkifogót szeretne rá, akkor csak bátran. Természetesen olyat, amin E-betűvel rendelkezik, vagy E-betűvel bír, és megfelelően le van dokumentálva, de így nagyon jó a hangja. Apró figyelmesség a Honda részéről, hogy megfelelően dekorált, logózott, tankpaddal már rögtön gyárilag jön ki ez a kis kétkerekű. Per pillanat 2023. április 28-a van? És már látszik szakirodalomban a márciusi értékesítési adatok például Németországban. A BMW GS mögött a Hornet, a 750-es Hornet a Hondától a második helyen van. Addig, amíg GS-ből eladnak 3 darabot, Hornetből a március hónapban 2 adtak el. Nagyon jó adatokkal bír. Márkakereskedőknél érdemes adott esetben, ha valaki most a Honda tesztnapok során hozzájut, és le tudja egy rövid úton tesztelni, rögtön érdemes megkérdezni, adott színben mikori szállítási határidővel tudják vállalni a motornak a szállítását. Természetesen 160-as az abroncsunk hátul, nagyon jó a kapcsolat, ezek az abroncsok, milyen típus is ez? Dunlop, nagyon jól látja el a feladatát. Elő természetesen a két tárcsafékünk van,
nagyon jól adagolható, elől négy dugattyús radiálisan rögzített féknyergekkel tudjuk kontrollálni az egész motort. Az első felfüggesztése az 41 mm-es sova teleszkópok, állítani nem tudjuk, de az én testsúlyomhoz és ezek az útviszonyokhoz pontosan jól megállja a helyét. Nem versenypályára van természetesen, oda inkább kell egy Yamaha MT-09 egy SP változat, de az egy teljesen más kategória. Nem volt még hozzá szerencsém, elmondásokból, ismerősökkel folytatott beszélgetésekből van némi információm. XSR 900 videóját majd itt fent megtaláljátok, ha el nem felejtem beszúrni a videóba. Teljesen másképpen viselkedik, az egy olyan pici késéssel reagálja le a dolgokat, és folyamatosan tudjuk, hogy ott van és dolgozik. Ez pedig olyan észrevétlenül, feszesen, határozottan azt mondja, hogy kézben tartja a dolgokat, és úgy reagálja le az eseményeket. Rossz úton nem volt vele alkalmam menni, csak egy ilyen rövid időre hoztam el márka kereskedőtől ezt a motort. Majdnem egy sinen történő haladáshoz tudnám hasonlítani. Minden fényforrása ledes, CB500X-ről egy az egyben átvették nem csak az első lámpatestet, illetve a fejidomnak a formáját, de az irányjelzők, a működtetőkarok, minden úgy van az egész megcsinálva, hogy olcsó legyen. Minőségi termékről beszélünk, egy Hondáról beszélünk. A Honda CB750 Hornetje közel sem tökéletes, de nagyon jól képviseli azt, amit egy ilyen motortól elvárhatunk. Ha nézzük a konkurenseket, csak néhányat kiemelve, KTM 790-esnek a gyúkja, a Suzuki-ból a 800-as változat, ami most jött a piacra. Yamaha-nál talán, hogyha egy kicsit gondban vagyok, mert az MT-07 és a 09 az alapváltozathoz, tehát az a két modell közé lőtték be. Teljesítményben, árban és minden más szempontból. Ha nézzük önmagában véve, hogy ez egy csupasz, egy naked motor, 750-800 köbcenti körüli teljesítményről beszélünk, közel 90 lóerőről. A Suzuki például kevesebbet tud teljesítményben, de több az ára. De mégis, hogyha azt vesszük alapul, hogy ez a motor ezzel a felszereltséggel, ez itt most egy teljesen gyári kivitel, többféle csomagot lehet hozzá megvásárolni, pakkokban az kedvezményesebb áron lehet, de valaki egyesével akarja összeválogatni a tartozékokat, gyári tartozékokat, természetesen arra is van lehetőség, és rövidesen jönnek a kiegészítő tartozékok hozzá. Nagyon jó a motor, nagyon élvezetes vele közlekedni, én mindenkinek csak ajánlani tudom, nem kezdőknek való. Hiába létezik belőle egy A2-es kivitel is, nagyon észnél kell lenni, és határozottan kell fogni ahhoz, hogy ne történjen hülyeség. Mindenkinek azt tudom javasolni, hogy ésszel, megfontoltan, nyugodtan viselkedjünk az utakon,
hogy ne legyen belőle gond, baj, probléma. Nagyon szépen köszönöm, hogy velem tartottatok, köszönöm, hogyha feliratkoztok. Hogyha rövidesen egy másik modellel, egy új márkával, egy más modellel találkozok, és tudok arról nektek beszámolni ilyen videós formában, akkor találkozhatunk. Köszönöm szépen a figyelmet. Sziasztok! Tehát ez Honda és nem zsákba macska. Nagyon jó. Oké. Okay.